Na sziasztok, sziasztok, kedves emberek, én Dombi vagyok, és ez itt a GTA San Andreas mitoszok és legendák 8. évadának lesz a 8. része. Első körben szeretnék mindenkinek boldog új évet kívánni a 2023-as esztendőhöz, és akkor most lássuk neki a mai videó témájának, méghozzá nem lesz más, mint a Ghost Tower Figure nevű mítosz. Na, mit kell tudni erről a mítoszról? Ugye azt mindenki tudja, hogy a GTA San Andreasban a Las Bruas és El Castillo de Diablo-ban fogunk járni, ami a valóságban is megtalálható Kalifornia állam megyében, de most nem arra fogok kitérni, hanem arra szeretnék, hogy amikor megjelent a játék, akkor már a Szellemváros mítoszt, amit már kétszer is kinyomoztam, de most így részletesebben be akarok merülni a témába. Szóval, mit is kell tudni erről a mítoszról? Amikor megjelent a játék egy-két évvel ezelőtt, akkor nyilván lehetett spekulálni, hogy valami nincs rendben ezen a helyen lényegében. El Castillo de Diablo ugye az ördögnek a játszótere, mindenki tudja, aki játszott már előre ezzel a játékkal, és nyilván mindenki azt is tudja, hogy kettőféle identitás létezik ebben a mai rejtében. Ugye van egy olyan, hogy a szellemváros, ugye azt mindenki tudja, van egy szellemember, például Hernándeznek a szelleme, hogy megjelenik, ugye a High Noon küldetés után állítólag kísérteni jártam, majd megnézzük a videóban, utána még egy kis elköszönés lesz a videóban, vagy nem lesz, de mindegy, majd ezt meglátjuk. És amit tudni kell, hogy 6 darab sír van eme falucskában, illetve 6 darab, ami a hullazsákokat illeti, ott is 6 darab van. Egy kis érdekesség, gyanánt, ami ijesztő is. Ha most videókat fogok nektek mutatni, ami nagyon érdekes, hogy a rádió bejelentés, meg illetve az első küldetés, vagy hát annak a küldetésnek a részletéből is mutatni akarok valamit, utána rá fogok térni a nyomozásra is. Szóval, utána belinkelem Szobráksznak a videóját, illetve másét is. Szóval, amit most szoktok látni videót, az lesz, amikor azt fogja tartalmazni, amikor elkötünk egy rendőrautót, és akkor szépen így körözünk, hogy várunk a rádió bejelentésre, mert amit tudni kell, hogy állítólag történni fog valami. Na de nézzük azt a bizonyos videót, ami 100%-ban az enyém. Nézzétek csak! Amit tudni kell, hogy Las Brujasban találtak egy nőt, és akkor így elindul minden járőr felfedezni ezt a helyet. Most én nem sikerült nekem, nem találkoztam a másik járőr cimborával, de azért érdekes, hogy ahogy bemegyünk ide a faluban, nem találunk semmit az égen ott a világon, de amúgy meg azért is szoktak átjárkálni járőr rendőrautók, vagy igen, hogy mert ezt a rádió bejelentést halljuk az egészben, ami egy kicsike kis érdekességet rejt magában. Úgyhogy pont amikor homokvihar volt, akkor kellett nekem menni. Na de mi történik akkor, mikor új játékot kezdünk, és megnézzük ezt a helyszínt. Amit a képen láttok,
Crazy Trainert használtam, ami lényegében annyi, hogy egy csalókó csomag, ami nem befolyásolja a játéknak a végkimenetelét, és egy állázak, mint is beaktiváltam. Szóval igen, most ellátogatunk, új játékot indítottam, és akkor megnézzük, hogy megvan-e még az a sírhely, vagy hát az a gödör, amit megás majd CJ az egész, vagy hát abban a küldetésben. Igen, egy kocsival, nem akartam jetpackkel el cizellázni az egészet, hanem csak simán. Igen, ott vannak a hullazsákok, de most azt nem néztem meg. De mindegy, az a lényeg, hogy amint beérünk ide, egyből észrevehető, hogy... Igen, meg van ásva az a jó kis gödör, amit megásott ugye CJ. Na most ez már nagyon érdekes, hogy igen, itt bemegyünk. Igen, itt 6 darab sír található. Meg lehet számolni, hogy 6 darab. De akkor... Miről is van szó lényegében? Majd a videó végén kitérek erről. Érdekesség lesz majd, hogy az SOS-t kell majd megfigyelni a tetőkön, ami azt jelenti, hogy segítségkérés meg sürgős esetre kell. Na de, térjünk rá Officer Hernandez őrmesterre, amiről szól az egyik része ennek a mítosznak. Jimmy Hernandez, ugye, őt senkinek nem kell bemutatni, ugye ő a Crash nevű korrupt rendőrséghez csatlakozik, ugye Tempen, illetve Pulaskihoz, de ő viszont meg kimondja a kerekperec, amiket akar, és lényegében ugye a Instruction nevű ilyen kis filmben látható San Andreasban, amit most nem fogok bevágni, mert aztán letiltana a YouTube. A lényeg, hogy ami látható a videón, hogy ő elmondja, amit szeretne, de hát akaratokon kívül Tempen, illetve Pulaski örme... Tehát ők azt kényszerítik, hogy jöjjék meg a társukat, mert anélkül nem fog a bandával, vagy hát a rendőrséghez tartozni. Tehát én akaratukon kívül meg akarják azt csinálni vele, hogy ölje meg az egy régi társukat. Ugye a játékban már, ugye a történetben már látható, hogy rá akarják kenni CJ-re. Folyamatosan kapunk tőle hívást, hogy figyelmezteti CJ-t, hogy ne hagyja el a város, tehát hogy ő az egyetlen rendőr, aki nem annyira korrupt, de azért mégis a Crash nevű osztagban van. És hát ott terjed el az egész mítosz, hogy állítólag ezután a küldetés után nem hal meg Hernandez, hanem túlélte azt a bizonyos lövést, amit Pulaski intézett neki. Na, majd megnézzük rendesen a küldetést és a gödröt, és utána majd jön a nyomozás. Szóval, nézzük, tekintsük meg a küldetést átvezetőit. Hope we didn't keep you waiting, Holmes. Nah, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You vato asshole! You sold us out! Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. That's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Na
hát itt látható, hogy üres az egész gödör, úgyhogy kezdődjön a nyomozás, ha tin észrevetettek valamit, akkor azt jelezzétek a komment mezőben, szerintem a videó végén találkozunk, addig jó szórakozást hozzá.
Mint ahogy láttátok, nem találtam semmi érdemlegeset, azon kívül, hogy ugye említettem egy előző videóban, egy korábbi évad, nem tudom, valamelyik videójában említettem a szellemrepülőket. Na most ez pontosan ugyanez, mert amikor ezek úgy vannak ábrázolva ezek a repülők, hogy térbeli kiterjedése, tehát hogy úgy van beprogramozva, hogy neki megy egy fának, villanyoszlopnak akkor nem mehet neki, de a sziklának viszont neki mehet, úgyhogy ezért is van benne, tehát ez nem egy nagy ördöngőség. Összegezve, én nem találtam semmit, nem tudom, én a képeket visszanézve, ahogy láttátok, most is bevágtam egyet, most nem törődjetek, hogy ott van fent a jobb felső sarokban az a felvételgomb. A lényeg, hogy én nem találtam semmit, képeket visszanézve, lehet, hogy ti a videó alapján megnézitek, meg tudjátok állapítani, hogy mit találtam, vagy vagy ti észrevettetek-e valamit. Úgyhogy ezt jelenzétek a komment mezőben, vagy nem tudom. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornámra. Én Domi voltam a továbbra is, éleszek. Sziasztok, vigyázzatok magatokra.